Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép. Isten népe, ébresztő! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Isten népe. Fel fogjuk magasztalni az Úrnak a nevét. Uram, hálát adok neked ezért a mai napért, és ma is dicsérlek, áldalak és magasztallak. Méltó vagy az imádatra, a hódolatra, a magasztalásra. Ma sem adatott más név és más hatalom, amely által lenne megtartatás, üdvösség. Így emelem fel Jézusnak a nevét minden körülmény felé, minden kihívás és probléma és fájdalom felé. Mert amilyen a te neved, Uram, olyan a te dicséreted, és Jézus nevében ma is meghajlik mindentért a Jézus nevében. Amen. Ma Jézus nevéről lesz szó, az a rapszódi címe, az ő neve mindent megváltoztat. Tudod, hogy ebben a névben van a gyógyulásod, a szabadulásod, a helyreállításod. Azt mondja ez igen, a Filippi Beliekhez írt levélben, hogy Jézus Krisztus, mikor Istenek ábrázatában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Isten ne hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, hasonlóvá lévénk hozzánk emberekhez, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt. Mit olvashatunk Jézusról? hogy nem tekintette ragadománynak, nem húzott abból hasznot, hogy ő Istennel egyenlő. Jézus Krisztus bár minden tudó volt, minden ható és minden tevő, önkorlátozás gyakorolt a testben, ő ő bezárta magát a téridőben, és isteni művoltából fakadt az, hogy önkorlátozás gyakorolt, és nem úgy élt, mint Isten, nem élt az istenségnek a jogaival, hanem mint ember. Úgy élt, és szenvedett is ebben, mert azt mondja az ige, ki testének napjaiban hangos kiáltások és esedezések között vajudott és szenvedett az atya előtt, mert mert gondoljatok bele, hogy az istenséget bezárod az Istent, magát bezárod egy emberi testbe. Ezek között őrlődött Jézus Krisztus, szeretett volna kiszabadulni ebből, de mégis az emberiségért megtette azt, hogy önkorlátozást gyakorolt a saját képességeit és természetét illetően. Tehát ő nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyelő, megüresítette magát, megalázta magát, engedelmes volt. És azt kéri tőlünk is a Biblia, hogy ugyanaz az indulat. Mi az indulat? Azok nem a döntéseink, hanem azok a nem várt eseményekre adott reakcióink az az indulat, az a reakció legyen bennünk, ami Jézusban volt. És mivel Jézus megalázta magát, engedelmes volt, odaadta az életét, azt mondja az Ige, ezért olyan nevet adott neki az Atya, mely minden név fölött való. Gondolj bele, nem Isten nevére hajlik meg minden térd a ki, földiek és föld alatt való ki, hanem Jézus nevében hajlik meg ma minden térd. Isten minden hatalmat Jézus nevére ruházott. Márk 16-17-18. Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegre vetik kezeiket, meggyógyulnak. Az ő nevének van a legnagyobb tisztelete és legnagyobb hatalma. Ezért nem számít, hogy mit gyötört téged. Nem számít, hogy mióta vagy az életszinted alatt, vagy az életed mellékös fényén. A győzelem garantált az ő nevében. Amit tenned kell az az, hogy Jézus nevében rejlő hatalom, dicsőség és uralom Éld az életedet. Ha ezt teszed, nem fogsz egészségügyi problémákkal küzdeni. Az életed a győzelmek, áldások és természet fölötti dolgok véget nem érő áradata lesz. Nem lesz szükségtudatod, mert az ő nevének hatalma és dicsősége mindent elrendez számodra. Ő érted munkálkodik. Ha megtanulod Jézus nevét használni az életedben, akkor mindenben, amit teszel, el fogsz ámulni, milyen rendkívüli áldásokat tapasztalsz majd minden nap. Az ő neve egy eszköz, egy áldás a számunkra az ige azt mondja nekünk, hogy mindenben használjuk Jézus nevét. Amikor például valaki beteg az otthonodban, vegyél erőt és hirdest ki. Jézus Krisztus nevében megdorgálom a fájdalmat, a gyengeséget, a betegséget. Mondd ki a betegség nevét, és parancsolt, hogy távozzon. Ő mondta nekünk, hogy gyógyítsuk meg a betegeket. Tehát a mi felelősségünk, hogy ezt tegyük az ő nevében és az ő neve soha nem valkodarcot. Most is dorgáld meg a gyengeséget. Használd Jézus nevét, hogy megáld az otthonodat, megáld a családodat. Hogy elérd a kívánt változásokat, és áldásokat hoz magadnak és másoknak. Halleluja! Ma is használd ezt a nevet, mert ebben a neve, névben élet van, erő van, hatalom, és ha azt mondja az ige, hogy minden tért, és meg kell, hogy hajoljon, és minden név erre a, erre a névre, akkor ezt kell tenni a ráknak, a betegségnek, a szegénységnek, a gyengeségnek. Mond utánam ezt a megvallást. Jézus nevében kihirdetem, hogy evilág és annak romboló hatásai felett élek. Semmilyen gyengeség nem gyarapodhat a testemben, mert az isteni élet, Isten elpusztíthatatlan, legyőzhetetlen élete van a szellememben. Tudatában vagyok az isteni természetemnek és halhatatlanságomnak. Krisztus Jézusban, áldott legyen az Isten, győztesként élek és uralom az élethelyzeteket és körülményeket. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Uralod az élethelyzeteket és körülményeket, mert Krisztusban élsz, és Krisztus él benned. A dicsőségnek a mai reménysége. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű, áldott dicsőségteljes napot kívánok. Isten áldjon meg téged! Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Áldott teljes királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!